Várj, hallgató, hát nekem is van fehér kedvet valami, úgyhogy most leleszem véve. Ennyi! Tudtam, hogy én gyorsan vagyok. Na sziasztok, az... már beköszöntem. Március 15-e van, úgyhogy ezt ide rakjuk a sarokba. Tavaly különböző játékoldalakkal foglalkoztunk március 15-én, magyar játékoldalakkal. Idén hagyjuk, hogy dobjon nekünk a Google, úgyhogy... furcsa, vicces, magyar oldalak. Oldalalalalak. Let's go! Lócitrom.hu. Úgy érzem, hogy ennyire egyébként ebben a videóban napiszalra is felmerik. Lócitrom.hu, aki azt garantálja, hogy vicces. De ez mi? Ez valami mémes oldal akar lenni? Mert micsoda, önnek három olvasatlan üzenet érkezett. Be van vágva a csákány a kocsiban, nem is láttam még ilyet. Megyek, átadom az üzeneteimet. Ez kicsit szerintem olyan, mint egy nine gag akar lenni. Posztonként belőnek egy mémet, és akkor mit tudom én, az ember nevet. Itt az ideje megnézni, mi van a 15. oldalon, szerintem az lesz az, amit mi keresni fogunk. Ha emberrablók elrabolnának engem és az anyukámat, kit sajnálnál legjobban? Az emberrablókat. Ha-ha-ha-ha-ha. Szerintem lássuk a következő oldalt, mert ez kritikán hallulni. 20 érdekes eset, amiken nagyon érdemes elgondolkodni, mert hatalmas igazság van bennünk. Megtalad a buszt, akkor... csak ilyen címek vannak? Na, láss... Mi van ma velem? Megtalad a buszt, a kocsi közt 10 másodpercet van. Let's go! Itt van! Micsoda feladatok? Ezt a 18 lányt választották a legszebb katonanőnek. 16 meglepő dolog a világ minden tájáról. 14 eset, amik bebizonyítják, hogy joggal. Szerintem az a baj, nincs rajtam a füles. Nem, nincsen jó anyagom videót csinálni. Nincs meg a jó eszköz. Ideje kiírni valamit Facebookra. humor.lap.hu.vicc napi vicc. Lássuk, mi a nap vicce. Mi Magyarország március 15-i napi vicce. Két vakló beszélget. Te indulsz az akadályversenyen? Másik. Nem látom az akadályát. Kecskefészek.net. Meddig bírnád ki a Marson? Tovább a teszt. Épp most kászálódsz ki a romok alól, mi az első gondolatod? Milyen romok? Milyen romok? Ez az, végre sikerült, ajaj, úristen, de egyedül vagyok. Hát nyilván, hogy ez az, végre sikerült. Jó, a Marson vagyunk, egy lezuhant űrhajóban, ezt kell tudnunk. Kimászunk az űrhajó alól, örülünk, hogy túléltük, logikus. Mi az első dolgunk? Ételt kerítek. Természetesen összerántok egy csirkepaprikást. Egy jó nagyot kiabálok, vagy pedig próbálom felvenni a kapcsolatot a földdel. Hát én azért, hogyha kimásznék, akkor szerintem rögtön azon az első dolgom, hogy áh! A gyomrom vagy a föld a fontosabb. Próbálnék kapcsolatot teremteni a földdel. Hát ha... leföldelnek. Mi az, ami a legjobban hiányozna, ha megfenek lesz a Marson? A háziállatom. Nincs. Párom. Kedvenc sorozatom. A Trónok harcát máshogy erre nézem meg. 4. évadnál tartok 3 nap alatt. Beteges? Mi az, ami leginkább megijeszt a Marson? Az óriási homokviharok, a jéghideg időjárás, a mi van ma velem? Belélegezhető levegő hiánya. A jéghideg időjárás, megmondom, hogy lapföld óta rühellem. Az óriási homokviharok meg... tele menne a kamerám homokkal. De én maradnék, ha a jéghideg időjárás nem, azt most nem kívánom. Hogyan reagálsz a stresszre? Fejest ugrom a megoldás keresésbe, hogy minél gyorsabban csökkenjen a nyomás. Veszek egy nagy levegőt és átgondolom, mit lehet tenni. Elfutok. Én nem vagyok annyira stresszes gyerek.
Ezért inkább rámegyek arra, hogy veszek egy nagy levegőt, és gondolom, hogy mi az élet értelme. Félelmetes homokvihar közeleg, mit teszel? Elfutok! Elszaladok a másik irányba. Simple. Legyen ez. Jó, lássuk, meddig bírnánk ki a Marson. Válaszok kiértékelése. Lássuk! Itt az idő. Mi? Pontosan? Te túlélnéd a Marson? Igen! Igen! Yes! Yes! Csubakka. Tudod, mit mond Petőfi, amikor már menni kéne a forradalomba, de még be kell állítani a séróját? Azt mondja, hogy pill, vax. Na, itt legalább. Gifek? Ezek akkor gifek tőletek? Mi ez? Nézd meg az ember fejét. Mosolyog és nézi. Ha-ha-ha! Miért nincsenek ténylegesen vicces magyar oldalak, amiből tudnék egy vicces magyar oldalak videót csinálni? És ezeket már megnyitottam. Szóval még hogy ezt írom be, akkor is ezeket az oldalakat kapom.